A műsor támogatója az AMTS. Hello, sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek ma is a Gabriel Vlog csatornán, és hát szeretném folytatni a daily vlogot, azaz a hétköznapi vlogot, amit a tavaly nyár elején kezdtem el forgatni. Hát most körülbelül decemberben kezdtem el ezeket a videókat felrakni, és ez ugye minden kedden 20 órától fog megjelenni, bocsánat, minden kedden 19 órától fog megjelenni. Úgyhogy most szeretnék is jelentkezni a második epizóddal, ahol hát ugye a tavaly szezon elején, azaz valamikor tavasszal úgy döntöttem, hogy a T3-as busznak a teljes futóművét felújítatom, mivel nagyon-nagyon sok hosszú útra készültem a busszal, úgyhogy egy elég komoly felújításon esett át az első futóművével, illetve a hátsó is, úgyhogy itt elmentem az autóval egy olyan helyre, ahol ezt nekem meg tudták csinálni. Ezzel kezdődött, idénre is, azaz 2024-re is lesz egy második kör. Most annyi, hogy nem a futómű, hanem inkább motortér, meg ilyesmiket fogok megcsinálni, ugyanis idén is elég hosszú utakra tervezek vele menni. Viszont ezzel kapcsolatosan is lesznek változások a jövőre nézve, mert azt gondolom, hogy kezdenek egy kicsit olyan, tehát kezd egy kicsit olyan irányba menni ez a buszozás, hogy most már az úti célok azok egyre inkább távolabb vannak, és annyi 1000 kilométert megyek vele, hogy úgy érzem, hogy egy picit lehet, hogy ezen a téren fogok változtatni. Mármint nem azon a téren, hogy közelebbi távokra fogok menni, hanem az ilyen nagyon-nagyon távoli helyekre valószínűleg lesz egy másik busz. Ez még nem biztos, nem is tudom, hogy mi lesz. Ez még ilyen nagyon ködös ez az egész szitu. Minden esetre tavaly nyár elején úgy döntöttem, hogy amit lehet a futómű, az első hátsó hídon mindent kicserélünk. Úgyhogy nézzétek meg, hogy miket vásároltam, csinálok egy ilyen unboxing részt az elején, és utána pedig vigyük el az autót a szervizbe, és kezdjük el megcsinálni. Megint egy kis unboxing videót készítek nektek, ugyanis megjöttek az alkatrészek a T3-as buszhoz. Hát azt a sorozatot, aki esetleg nem látta, az megnézheti, amikor a karosszériát felújítottuk néhány éve. És most eljött az az idő, hogy teljesen az első és a hátsó futóművet is teljesen felújítsuk, úgyhogy nagyon-nagyon sok alkatrészt rendeltem meg, és meg szeretném ezt nektek is nagyjából mutatni. Nem fogok mindent egyenként megmutatni, mert az nagyon hosszú idő lenne. De mindenképpen a Barbie-nak köszönöm azt, hogy minden alkatrészt beszereztek. Ugye a Barbie autótól vettem meg mindent, és nem tudom, hogyha van, aki felismeri magába azt az érzést, amikor megjönnek így az alkatrészek ilyen dobozba, és itt van abszolút minden, ami az első hídon van, és annyira jó érzés ezeket így kibontani a dobozukból, sőt van egy pár olyan alkatrész, ami látszik, hogy évek óta áll valamilyen raktárban, még eredeti dobozban van, és akkor ezeket az ember, amikor, hát a Barbie-nál, amikor megjöttek ezek az alkatrészek, akkor a drága barátommal ott egyenként kibontottuk az egészet, átnéztük, úgyhogy ő is mondta, hogy mennyire klassz érzés ez ilyen, mert ugye egy új autóhoz bármit bemész a boltba és megveszel, egy ilyen T3-as buszhoz, amikor megjönnek ilyen alkatrészek, akkor azért az nagyon jó érzés tud lenni. Úgyhogy nézzétek meg ezt a jó kis csomagolást. Itt vannak a féltengelyharangok. Ez is adta új csavarokat, sőt, zsírt. És még ezeket a garnitúrákat is. Minden újat. Annak és ez nekünk nagyon jó érzés. Tudja, szerelő. Na most
megkapja az autó egyébként ezt a futómű felújítást, és aztán valamikor nyár végén megint megy kasznishoz az autó, mert teljesen fel fogjuk újítani. Nem sokára ki is próbáljuk, mert a hétvégén, ha szerencsénk van és mindent sikerül kipróbálni, mert ugye ilyenkor benne van simán a pakliba az, hogy valami nem jön le, valami csavar beletörik, vagy egyéb más érdekességek. Úgyhogy bízunk benne, hogy minden le fog jönni könnyen, és mindent ki tudunk cserélni könnyen. És hétvégén már tudok vele menni egy szebeni találkozóra. És igazából azért is akarom, hogy most idejében meglegyen, mert jövő hónap végén megyünk megint nagyon hosszú útra vele Bulgáriába, bulgár tengerpartra, úgyhogy eddig legyen minden pöpecül kicserélve és kipróbálva. Nézzétek meg ezt a hologramos kis dobozt, ez mennyire menő. Nagyon klassz. Hát ezeket a dobozokat mindenképpen meg fogom tartani. Itt vannak a féltengely csuklók, még ezek is ki lesznek cserélve. Ezt muszáj megmutassam. Nem, a másik is ez volt, igen. Ehhez is itt vannak a garnitúrák, csavarok, a finomság. Itt van maga a tétengely. Itt vannak a hátsó pikpofák. Mindenképpen a szervizbe is megmutatom, amikor kipontjuk őket. De természetesen az egy másik epizódba fog megjelenni. Úgyhogy ez a szatyó teljesen tele van. Nem fogok mindent megmutatni. Tudom, hogy vannak első kerék csapágyak, a hátsó kerék csapágyakat, azokat már nemrég kicseréltük. Itt vannak ezek a kormánykazetta harangok, meg minden, majd meglátjátok abba az epizódba, ahol... Ezeket az alkatrészeket vettem meg, szerencsére mindent lehetett kapni, úgyhogy menjünk akkor irány, szervíz és csere! Kedreggel van, és most indulok el a T3-assal, hogy a futóművet újítsuk fel, itt van egy egész szatyor alkatrész, úgyhogy amit csak lehet, mindent kicserélünk. Féket, futóművet, féltengelyeket, stb. Úgyhogy tartsatok velem ma is. Nézzük meg, hogy milyen lesz ez a mai nap, de azt gondolom, hogy nagy részt a szervizbe leszünk ma. Úgyhogy induljunk el akkor. Dagi barátunknál a garázsban nem fért be a busz, mert ugye rajta van a tetőbox, meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon magas. És így a tesóméknak a garázsukba fogjuk elvégezni a munkálatokat, úgyhogy most egy csomó szerszámot bepakoltunk a Dagi autójába. És így megyünk át a másik garázsba. Ott van emelő is, és ott remélhetőleg befér az autó. Úgyhogy ezúton is köszönjük tesóméknak azt a lehetőséget, hogy beengedtek minket a garázsba. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az autó. Már nagyon várom, hogy elkezdjük a munkálatokat. Dagi itt van elő már. Szerszámokkal. Azok, akik esetleg magukra ismernek az ilyen helyzetbe, nem tudom elmondani, hogy milyen érzés volt, amikor a Bárdinál megjöttek az alkatrészek, és egyenként mindent szépen kibontottunk, megnéztük. Egy csomó olyan alkatrész van, amin látszik, hogy jó ideje áll valahol egy raktárba, úgyhogy nagyon jó érzés. Na, ide értünk a garázshoz.
zsák alkatrész. Megyünk préselni. Olaj megvan. Még két rilla. Tudsz megrendelve. És megyünk préselni. És nem szöllő. Préselünk most, még csak május van. Úgyhogy lássuk, milyen lesz. Igen, számítottunk erre, hogy egyébként lesznek olyan dolgok, amik nehezen fognak kijönni a villából, meg egyébként az egész futóműről. Úgyhogy a mai napunk az konkrétan arra ment rá, hogy a bal oldalán sikerült csak mindent megcsinálni, de még nem is került vissza a helyére. Úgyhogy holnap folytatjuk. Most pedig lecserélem az olajat, az olajszűrőt, meg ilyesmit, amit tudok, még csinálok az autón. Ha már használhatjuk a garást, és holnap pedig jön vissza Dagi, és folytatjuk a futóművet. Ma ő nem tudott tovább maradni, mert közben más program volt. Úgyhogy csináljuk tovább akkor a kis buszt. Mert alatt meg lett az olajcsere, kapott egy Bosch olajszűrőt, és most ezt az olajat vettem bele, ezt ajánlották, egy német olaj, 20-50-es. Tehát veterán autókhoz gyártják. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Ugye 4,5 liter jár bele, úgyhogy ez is most ki lett cserélve. Aztán holnap folytatjuk a futóművet. Jó reggelt! 7 óra 29 perc van. Folytatódik a munka. Ma a kicsit E3-ason. Várom Dagit. Már szép idő van. Meg is érkezett. Most ér először földet az új futóműve. Az egyik felével. Igen. Vagy kétszer háromszor, jó, mert... Tegnap, miután meglett a busz, azután kis ballagási bulira mentünk. Robinak volt a ballagási bulia.
kamera pedig itt van a T3-as buszban, úgyhogy ott nem tudtam filmezni, de szeretném folytatni ezt a sorozatot a mindennapjaimról. Úgyhogy ma is elviszlek benneteket, megyünk egy csomó jó helyre. Közben az én autóm ott maradt a tegnap a palagási helyszínen, úgyhogy megyünk, hogy hozzuk el. Azután pedig elmegyünk Sanyi barátomnak vásárolni a buszába egy jó kis kompresszoros burger hűtőt. Úgyhogy ilyen dolgokra lehet ma is számítani, úgyhogy tartsatok velem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez volt ugye a T3-as futómű csere. Nem futómű csere, hanem a futómű alkatrész szekcseréi, úgyhogy hát minden esetre nagyon felfrissült a busz így ilyen téren. Vannak még olyan dolgok, amiket még mindig ki kell cserélni, ott vannak az alkatrészek, de nincsenek kicserélni, de gondolom, ez is hamarosan meg lesz. A jövő epizódban, amire várhattok, az egy hát megint ilyen hétköznapi történet, elmegyünk, visszaszerezzük a Jaguart, mert egy ballagási buli után ott maradt valahol, és aztán elmegyünk érte, és aztán még valamennyi beszélgetés is lesz, és aztán szépen elutazom Szebenbe, ahol egy nagyon-nagyon jó rendezvényt látogattam meg, oda is elviszlek benneteket magammal, úgyhogy találkozunk legközelebb akkor ezzel az epizóddal, ezzel a sorozattal egy hét múlva a jövő kedden, de addig is csütörtökön jön még más autós tartalom, és vasárnap a Költözünk című sorozat, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, kívánok nektek minden jót, sziasztok!